Az Allosaurus korának oroszlánja volt, egy nagy és erős dinoszaurusz, de nem ő volt minden területen akkoriban a csúcsragadozó. Volt egy másik, nagyobb és veszedelmesebb állat is. Nem más, mint a Saurophaganax. Ennek a videónak nem célja belemenni abba a vitába, hogy most a Saurophaganax vagy az Allosaurus Maximus az érvényes, de bármelyik is, a továbbiakban Saurophaganax néven fogok hivatkozni rá. Na hát, sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungary csatornán. Én Zsombi vagyok, és most ebben a videóban folytatni fogjuk az őslát bemutatókat, és most a Saurophaganaxot fogom nektek bemutatni, szóval kezdjük is el. A Saurophaganax nevének jelentése gyíkevők ura, egy nagyméretű allosaurida dinoszaurusz nemzetség. A Saurophaganax a késő jura időszakban 151 millió évvel ezelőtt élt Észak-Amerikában a Morrison formáció területén. Egyes őslénykutatók az Allosaurus fiatalabb szinonimájának és fajának tekintik, a nem legnagyobb képviselőjeként, mint Allosaurus Maximus. A Saurophaganax egy nagyon nagy Morrison Allosaurida, amelyet a háti idegtüskék tövében a keresztirányú folyamatok felett vízszintes lemezek és húsaprító cevlonok jellemeznek. 1931-ben és 1932-ben John Willison Stovall egy nagy teropoda maradványait tárta fel Kenton közelében az oklahomai Kimarron megyében a késő Kimmeridgian rétegben. 1941-ben ezeket Saurophagus Maximusnak nevezte el Stovall Ray újságíró cikkében. A név a görög Sauros gyík és a Pagain enni szavakból származik, így összetett jelentése gyíkevő. A Maximus speciális jelző latinul azt jelenti, hogy a legnagyobb. Mivel a cikk névadója nem tartalmazott leírást, a név nomen nudum maradt. 1987-ben Spencer George Lucas tévedésből az OMMH 4666-os hípcsontot lektotípussá tette, nem tudván, hogy a Saurophagus nomen nudum. Később kiderült, hogy a Saurophagus név már foglalt volt, ugyanis 1831-ben William Stimson már egy zsarnok légykabócának adta, aki taxonómiailag valóban gyíkokat eszik. 1995-ben Daniel Kerr egy új nemzetséget Saurophaganax néven nevezett el, hozzáadva a görög Anax utótagot, ami uralkodót jelent. Kerr az OMMH 4666-ot az Allosaurusszal kapcsolatban is diagnosztizálatlannak találta, ezért az OMMH 0-1123-at, egy idegívet választotta a Saurophaganax holotípusának, hogy a Saurophaganax nem a Saurophagus átnevezése. Az informálisan Saurophagus Maximusnak nevezett anyag nagy részét nevezetesen az Allosaurus-tól megkülönböztető diagnosztikai elemeket Kerr a Saurophagus Maximusra utalt. Legalább négy példány tagolatlan csontjait tartalmazzák. A Saurophaganax Oklahoma hivatalos állami fosszíliája és a Saurophaganax nagy csontváza látható a Sam Mobile Oklahoma Természettudományi Múzeum Jurassic csarnokában. Bár a legismertebb Saurophaganax anyagot Oklahomában találták meg, egy lehetséges Saurophaganax fosszíliát, az NMMNHP kötőjel 26083-at, egy részleges csontvázat, amely magába foglalhatja a combcsontot, számos farokcsigolyát és egy csípőcsontot Új-Mexikó északi részén fedezték fel. A Saurophaganax azonosítása vita tárgyát képezi. Saját nemként írták le, illetve az Allosaurus Maximus fajaként. A bazális tetánuránok 2004-es áttekintése, valamint Sarano és munkatársai átfogó 2012-es tetánurán elemzése a Saurophaganaxot elfogadja külön nemzetségként. Az új-mexikói Saurophaganax lehetséges anyaga tisztázhatja a nem állapotát. A Saurophaganax volt a Morrison formációban talált legnagyobb ragadozó, nagyobb, mint a kortárs Allosaurus és Torvosaurus. Az állat hossza becslések szerint 10,5 méter és 13 méter között mozgott, a testtömege pedig 2,7-től 3,8 tonna körül helyezkedett el, így a legnagyobb ragadozó dinoszauruszok között tarthatjuk számon. A Saurophaganax volt a legnagyobb húsevő a késő jura időszak Észak-Amerikában. Környezetének egyértelmű csúcsragadozója volt. A Saurophaganax ismert fosszíliái a Morrison formáció legkésőbbi rétegéből származnak, ami vagy arra utal, hogy mindig ritkán fordult elő,
vagy pedig arra, hogy csak későn tűnt fel a fosszilis rekordban. A Saurophagnax az allosauridák között nagynak számított, és nagyobb volt a kortárs Torosaurus tanárinél és az Allosaurus fraglisnél is. A kortársainál azonban ritkábban fordult elő, a Morrison teropoda faunának csak egy vagy annál kevesebb százalékát tette ki, a viselkedése is alig ismert. A Morrison formációból rengeteg sauropoda, kisközepes növényevő és sok más ragadozó dinoszaurusz ismert. A Saurophagnax valószínűleg a nagy sauropodákra, például az Apatosaurusra, Brontosaurusra, Barosaurusra, Diplodocusra és sok más nagy közepes növényevőre vadászhatott. Az állat kialása rejtély, bármivel amikor élt már akkor is ritkának számított, így feltételezhető, hogy maga a sikeresebb és elterjedtebb Allosaurus szoríthatta ki az élet színpadáról ezt a fenséges ragadozót, de az is meglehet, hogy egy éghajlati változás, egy járvány vagy sok más tényező végezhetett vele. De ahogy ez lenni szokott, ezek többsége ismeretlen vagy lekövethetetlen. Annyi biztos, hogy a Saurophagnax a késő júra időszak vége felé halt ki. A Saurophagnax a médiából kevéssé ismert dinoszaurusz, viszont szerepelt az Ősüllők bolygója eredeti nevén Planet Dinosaur című dokumentum sorozat magyarul második részében, ahol az Allosaurus riaszt el, miután levadászott egy Camptosaurus, bemutatva, hogy nem az Allosaurus az egyetlen és nem a legnagyobb ragadozó a környéken. Na, hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy érdekesnek találtátok és hogy tudtatok meg új dolgokat a Saurophagnax-szal, az allosauridákkal és magával a paleontológiával kapcsolatban is. Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Találkozunk a következő hasonló vagy más jellegű őslényes videóban, addig is. Csősztök!